ennek a labdának még fontos szerepe lesz a következő videómban. Tartsatok velük! Éppen ülünk a nagy dugóban, megyünk megint aláíratni, azt nem mondom, hogy hova, mert a lett nem tudja, meglepetén. Két emberrel tudunk aláíratni, de igazából hatan lesznek ott aláírók. Két ember, három kártya, az egyiktől kettő, ugye a másiktól egy. Izgalmasan várjuk. Reméljük nem tart sokáig ez a dugó. Igen. Aztán megérkezünk a kiszemelt helyszínre. Na, itt vagyunk a bejárat előtt. Levi még mindig nem tudja, hogy kikkel iratunk alá. Jó kis meglepetés lesz. Na, mindjárt mi kerülünk sorra. Kaptunk egy lasztit. Mi voltunk a tizedikek. Mindjárt megyünk oda. Oda fogunk menni a többiekhez. Na, várod már? Igen. Mindjárt ott vagyunk. Kaptunk kártyát. Kártyát. Itt van ez a labda, amivel az előbb fejelgettünk. Nem véletlen ezzel fejelgettünk, hiszen ezt többen is aláírták nekünk. Például Hamsik. Bizonyám Lobotka, Skriniar, Dubrovka, illetve Rosovski, akik aláírták nekünk, tehát a szlovák játékosok, szlovák válogatott játékosai, és ezt nem máshol, mint Pozsonyban kaptuk, mégpedig úgy, hogy... Hogy 10 ember kapott ilyen labdát, aki a sorba volt, és mi voltunk ott pont a tizedik. Hát ez ilyen egyszerű. Tehát tizedikként megkaptuk ezt a jó kis focilasztit, ami örök emlék marad nekünk ezekkel az aláírásokkal, tehát azért itt láthatjátok, hogy a felsoroltak aláírták ezt a lasztit nekünk, meg persze a kártyákat is, amiért mentünk, illetve még aláírás, tehát ezt a, hogy is mondják, milyen kártya? Hát amint majd láthatjátok, tehát a saját képe van rajta, a saját mezében, és akkor azt írta alá nekünk, tehát ilyet is elhoztunk ettől az öt játékostól. De a lényeg, hogy a szlovák játékosokkal kétszer is találkoztunk, egyszer ugye a már említett Pozsonyba, egyszer pedig itt Budapesten, amikor itt játszottak, és mind a kétszer meglátogattuk őket, természetesen jó sok aláírás sikerült, meg fényképek is, de ezt a majd a következőkben láthatjátok. Hát, ez volt a kis pozsonyi kaland. Megvannak az aláírások. Megvan minden? Jó volt? Ismét itt vagyunk a szálloda előtt. Várjuk a szlovákokat. Körülbelül már egy másfél órája megérkeztek. Reményeink szerint mennek edzeni, sőt biztos, hogy mennek edzeni, csak nem tudjuk, hogy mikor. Én bízom benne, hogy minél hamarabb, annál kevesebbnek kell itt lenni. És akkor van az edzésre menetel, az edzésről visszajövet, és még a holnap délelőtti séta, hogyha művelnek ilyen őrültséget. Ott a szálloda, itt kukkoljuk pont. Ha kijönnek, akkor várjuk őket. Ott áll a buszuk, az a nagy fehér. Egyébként minden tele van rendőrökkel. Mert valószínű, hogy szerintem rövid időn belül indulni fognak. Tehát addig is kitartás. Ezeket az emberekkel fogjuk aláíratni. Nagyon szép is. Azt mondja, itt vannak a hámsikok. Akkor itt van dupla a hámsik és a kicka. Ugye a csapatki. Akkor Juraj Kucka, Peter Pekarika, sajnos nem sikerült vele aláírni a Hertánál, mely pont le volt sérülve.
akkor Matos Kozacsik. Itt van egy jó kis fotó, még a múltkori pozsonyi időkből. És hát ugye Skriniárnak vannak dupla kártyai, betettem, hát sikerül be ezeket is aláírni. Aztán a végére Matt Robert, és ki fotó, Patrick és Lobotka. Vagyok. Az első kör, amikor mentek edzeni, nagyon jó sikerült. Egyből a legelső, akit elkaptunk, Milan Skriniar volt, a második pedig Hamsik, tehát a két legnagyobban sikerült aláíratni. Most egy kis kitérő, aztán jövök vissza edzés végére. Remélem sikerült be is fejeznem ezen a napon, és akkor holnap nem is kell. Jelentkezek, sziasztok! Ennyi lett volna a szlovák válogatottal szóló videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl. Nézzétek meg az összes videót, és lájkoljátok be. Bizony, addig pedig jó szórakozást kívánunk, és nézegessétek az aláírásokat. Sziasztok! Sziasztok!